A Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség mezőzombor önkormányzatának támogatásával hirdette meg első alkalommal április 15-ére a Tokajhegyalja piacot. A borongós idő ellenére már a korai délelőtti órákban sokan kilátogattak a sárga borházhoz, hogy részesei legyenek a hagyományteremtő rendezvénynek, ami lehetőséget biztosít a helyi, elsősorban Tokai-hegyajai és környékbeli élelmiszertermelőknek és kézműveseknek portékájuk népszerűsítéséhez és értékesítéséhez. A piacon kizárólag a vidék egyedi minőségű, kis mennyiségben hagyományosan előállított élelmiszereit és egyéb kézműves termékeit kínálták az eladók a frissen feldolgozott zöldségtől, gyümölcstől kezdve, a füstölt húsáron, sajtokon, mézeken át a használati tárgyakig. A program megnyitójának ünnepélyes perceiben Bihari Zoltán a Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség elnöke beszédében szólt arról, hogy a Tokai borvidéken a világörökség területén lévő településeken is egyre több házra kerül ki az eladótábla, ami azt is jelzi, nem könnyű a megélhetése vidéken. Azért indították útjára a Tokaj a piacot, hogy megismertessék a látogatókkal a táj szépsége és a tokai borok mellett az itt előállított kézműves termékeket, ezzel is segítséget nyújtva az értékesítésükhöz az idegenforgalom bővüléséhez. Már az első alkalomra is szép számmal érkeztek az árusok, de május második vasárnapjára még többen jelezték a részvételüket. Irányította rá a figyelmet a következő időpontra Bihari Zoltán.